Nyílt napra érkeztünk, megnézzük, hogy Lizi őssejtje hova került. Mit szólsz hozzá? Szuper, nagyon várom. Na menjünk, gyere! Itt vagyunk Kabalam, amivel megérkeztünk a Krió Intézet nyílt napjára, természetesen ősejtekről lesz szó. Kíváncsi vagy? Nagyon, nagyon izgatott vagyok. Mert ugye Lizi valahol itt van a tárolóban, majd meg is mutatja nekünk a Nóri. Szerintem egy csomó kérdésed van. Igen, igen, már készültem. Szerintem nagyon izgalmas. Tehát megnézni azt a labort, ahova majdan bekerül a babádnak az ősejtje, vagy múlt időben már bekerült, mert a szülésen túl vagy, szerintem ez egy biztonságérzetet is ad, hogy itt van a második kerületben, nem vitték el sehova. Igen. Nekem már az is fantasztikus érzés volt, amikor először így beléptem, mert úgy éreztem magam, hogy egy ilyen science fiction sci-fibe kerülök, hogy valamit ott csak filmekbe lát ilyet az ember. Hát tényleg ez iszki. Hát maga az, hogy ugye itt pont most kerülnek hűtésre ezek az anyagok, amik éjszaka született kisbabáktól lettek levéve, és hogy maga az egész egy átdolgozás után egy ilyen pici zacskóba kerül eltárolásra. Tehát, hogy egy ekkora zacsi elég egy élet megmentéséhez, hogy mennyi minden csodálatos dolog van abban. Ez egy nagyon érdekes és fantasztikus dolog. Majdnem kijöttek a könnyeid, és igen, mert hogy ez így van amúgy. Még otthon, mikor a pocakban volt a kisbaba, elolvastam minden prospektust, és elgondoltam, hogy ez hogy is fog történni. A szülésnél mondták, miközben aranyórád volt, igen, hogy ott most éppen zajlik a levétel. Igen. A háttérben láttam, hogy mi történik, de megmondom őszintén, nem nagyon tudtam rá koncentrálni, mert ott volt a pár perces kisbabám, és ez egy eszméletlen élmény volt. Beszállította ide hozzánk a szállító, mi átvettük. Az átvételnek a része az, hogy meghatároztuk a térfogatát a mintának, mert ez a napján dől el, hogy feldolgozzuk vagy nem dolgozzuk fel a mintát, a tér feldolgozásra került természetesen, ez a köldökzsinórvér minta, és utána pedig a tárolótérben került a fogyasztást követően. A feldolgozása az azt jelenti, hogy a térfogatát folyamatosan csökkentve csak az értékes frakcióját tároltuk el egy fagyasztózsákban. Eltávolítottuk belőle a vörös vérsejteket, a plazmának a döntő többségét, és a magvas sejteket őriztük meg belőle, a fehér vérsejteket és az őssejteket. Ott látsz fagyasztózsákot, nézd csak, amiben a piros minta ott van az asztalon. Most éppen a fagyasztózsákokat töltötték meg a mintával, összekeverték az úgynevezett krioprotektív oldattal, homogenizálták, és most kerül be a minta azokba a fémkazettákba. Az értékes sejtek vannak benne, ami majd szükséges lesz arra, hogy a vérképzés helyreállításra kerüljön. Gyorsan megtöltik, fémkazettába zárják, és már el is kezdődik a mintának a fagyasztása. Egyes típusú diabéteseknél szklerózis multiplex, reumatoid artritis, amiotrófiás laterál szklerózis, Crohn betegség, az a terület, ahol jelenleg felhasználásra kerülnek ezek az ősejtek. És van egy másik terület, az pedig a regeneratív orvoslás, ott pedig, ha az ízületi tokba injektálnak mezenhimális ősejtet, akkor a porckopások kezelésére lehet például használni. A testvérek egymás között csereszabatosak a minták szempontjából, de így a távolabbi rokon, és már a szülő is annak számít, vele már nem. Ami adható a szülőnek, és vagyis amit tudna használni ebből az eltárolt mintából, az a köldökzsinórból izolált mezenhimális őssejt, mert azok meg nagyon semleges sejtformák, bárkiből származhatnak, bármelyik gyerekből, és bármelyik szülőnek, vagy éppen nagyszülőnek is adható. Ugye ezeket autoimmun betegségek kezelésében használják fel, illetve a regeneratív orvoslás már használja itt Magyarországon is a mezenhimális ősejteket, porckopások kezelésében például. Olyankor az ízületi tokba injektálják ezeket az ősejteket, és akkor a porc hiányosságnak a pótlásában segítenek, mert porcsejtek kialakulnak. Maybe when I
hallottam egyszer egy ilyen mendemondát, hogy az első gyerektől a levett őssejt, az csak neki jó, és a testvéreinek nem. De viszont a második gyermektől levett őssejt, az már jó mindkét gyereknek. Hogy ezt te akkor se értettem, csak hogy most itt vagyok, és akkor szeretnék erre pontot tenni, hogy ez tényleg így van. Ez abszolút nincs így, ez valóban csak egy mendemonda lehet. Miért ne lenne jó az első gyerek mintája egy másiknak? Az jó ugyanúgy saját magának is, és a testvérének, mint ahogy a második minta is jó lehet az elsőnek. Egyébként erre van a legtöbb példa is, hogy az első gyermeknek nincs is tárolt mintája, nála alakul ki valamilyen vérképzőszervi rendellenesség, és utána a másodiknak a mintája kerül felhasználásra. Ugye mi most egy 20 éves szerződést kötöttünk. Mennyi a maximális tárolt idő? Tehát, hogy mit tudom én, hogyha az én kislányom 40 évesen úgy dönt, hogy ő még mindig ugye szeretné fizetni, és szeretné eltároltatni, akkor lehet? Természetesen lehet ez. Nincs ennek egy maximum időkorlátja, tehát hogy ez bármeddig élete végéig el lehet tároltatni akár? Elméletileg bármennyi ideig, tehát korlátlan ideig megőrizhető egy ilyen minta, hiszen nem tud öregedni ezen a hőmérsékleten, gyakorlatilag alig van anyagcseréje. A legöregebb minta az 25 év után került felhasználásra, tehát korrekt információm erre az időintervallumra van, hogy igen, 24-25 éves tárolás után ezt a mintát felolvasztották és fel tudták használni. És sikeres transzplantáció volt, ez Japánban történt ez a transzplantáció. Nem is olyan régen, 2 évvel ezelőtt használtak egy ilyen régi mintát. Nem öregszik, igazából bármikor felhasználható. Hol a Lizzi őssejtje? Ugye erre vagyunk nagyon kíváncsiak. Következő héten kerülnek át ezek a végleges tárolóba. Bevártuk az összes anyai vérvizsgálati eredményt, a tenyésztéses mikrobi vizsgálatnak az eredményét, abból készül egy összesítő dokumentum, és ha az elkészíthető, akkor a végleges helyére tesszük a mintát is, és azt adjuk meg tárolási helyként, hogy ez a minta mondjuk a 19-es tároló melyik rekjének hanyadik sorában van, és ott is fog maradni egészen addig, amíg ti úgy gondoljátok, hogy megőrzitek ezt a mintát. Mert hogy úgy érezd, vagy hogy lásd, vagy hogy ez olyan izgalmas? Egy megnyugtató érzés, hogy itt van, jó helyen van, és remélem, hogy soha-soha nem lesz rá szükségünk. Every moment is another chance. Loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Kabala Mamival a Krio Intézet nyílt napjáról jelentkeztünk ide. 2 havonta van ez a nyílt nap, és a krio.hu, illetve a Facebook oldalon tudtak erről tájékozódni, természetesen nálunk a szülőszoba oldalon is látjátok, ezt a Facebookon, Instagramon, mindenhol. És akkor 2 havonta gyakorisággal, és így lehet jelentkezni, regisztrálni kell? Regisztrálni kell, természetesen időpontot választani, gyakorlatilag reggel 9-től délután 2-ig óránként szépen ugyanaz a program, laborlátogatás, elméleti oktatás, minden van benne. Egy 1,5 órás elfoglaltság a család számára, szerintem megéri, mert itt aztán minden kérdést fel lehet tenni. Mit fogsz a Krisztiánnak mesélni, Kabala Mami, Krisznek, a férjednek? Hát ugye egy nagyon megható dolog volt ez amúgy számomra, hogy így lelkileg egy nagyon megnyugtató érzés, de szeretném itt le is zárni, és soha többet nem jönni. Így legyen, így legyen. Sziasztok! Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt, itt, itt!